Környezetünk védelme talán a legfontosabb olyan feladatunk, amiért mindegyikünknek tenni kell, és amiben akár az egyéni szerepvállalások is komoly eredményt hozhatnak. Gondoljunk csak a szelektív hulladékgyűjtésre és újrahasznosításra, vagy a környezettudatos életmódra. Bicske külterületén a Hegyi Kastély úton járunk. Tőlünk 1 kilométer a Hegyi Kastély és csillagvizsgáló romjai. Környéken fák, bokrok, virágzik a természet, madarak csicserdő éneke hallatszik. A bekötő út elején zsákok, tele szeméttel. Ber Barbara és Szabó Nikoletta fogadja stábunkat, akik tájékoztatnak, hogy baráti társaságuk hétvégén 50 zsáknyi szemetet szedett a környéken. A csapat a Murvás úton 1 kilométer hosszúságban tisztította meg a természetet. A kezdeményezés az onnan indult, hogy ez a környék gyerekkorom óta kiránduló helyként funkcionál a családunknak, úgyhogy most, hogy én is anyuka lettem, már 6 éves a kislányom, eljöttünk mi is erre a környékre kirándulni, hogy megmutassam neki is ezt a szuper környezetet. Nagyon fontos ugye számunkra, hogy a kislányom is szeresse a környezetet, az állatokat és egyéb dolgokat. Úgyhogy ezért választottuk ezt a környezetet, de hát sajnos szomorúan tapasztaltuk, hogy ez ilyen szemétlerakóként funkcionál egyes emberek számára. Úgyhogy innen indult igazából a kezdeményezés, hogy nekiálljunk összeszedni a csapatot, és megtisztítsuk ezt a környezetet. Mit tapasztaltatok, amikor kijöttetek ide a zöldbe? Hát igazából ugye nagyjából láttuk előtte 2 héttel, hogy mi a helyzet, de így, hogy kicsit mélyebbre ástunk, sokkal durvább dolgokat találtunk, mint amire számítottunk, úgyhogy hát elkeserítő az tényleg, hogy mi mindent kipakolnak ide az emberek, és hogy nem foglalkoznak azzal, hogy ez milyen környezet, hogy állatok élnek erre, hogy tényleg ocsmányul néz ki igazából, tényleg akárki erre jár, ez egyszerűen nem lehet használni így semmire ezt a területet, pedig tényleg, hogyha szépen rendben lenne tartva, tiszta lenne, akkor egy csodálatos kiránduló környezet lehetne itt Bicske szélébe, úgyhogy ezt szeretnénk igazából elindítani, és ezért is indult el, hogy akár rendszeresen is kijárjunk erre a környékre, és akár rajta kapjuk azokat, akik itt szeretnék lepakolni a szemetüket, de nyilván rendben tartani és tisztán tartani ezt a környéket. Ifjak és idős egyaránt összefogva lelkesen gyűjtötték a mások által hátrahagyott hulladékot. Barbinak az ötletéből adódóan a munkatársainkkal úgy döntöttünk, hogy mellé állunk és csatlakozunk ehhez a programhoz, amit a környezetvédelem nevében talált ki a csapatunk. Igazából egy olyan cégnél dolgozunk, ahol mindig is nagyon fontosak voltak az értékrendek, amit próbálunk átadni a munkatársainknak és az embereknek, akik velünk együtt tartanak. Ugye maga a cég is nagyon sokat foglalkozik a környezetvédelemmel, és ezáltal nagyon boldogan csatlakoztunk ahhoz, amit a Barbie megálmodott. És miután felvettük a kapcsolatot ugye polgármesterasszonnyal és az önkormányzattal, mivel ők is támogatták ezt az ötletet, és támogattak minket kesztyűkkel, zsákokkal, illetve segítettek a szemét elszállításába, ezért így több városból és faluból a környékről, illetve messzebbről is megérkeztek a csapatunk tagjai. Nagyon büszke vagyok rájuk így vezetőként, mert Pátyról, Budakesziről, Dunakesziről, Tabajdról, Várról, tényleg Felcsút környékéről, Óbarokról is jöttek családostól, és a 6 hónapos volt a legfiatalabb résztvevőnk, bár ő még csak figyelte ezt a dolgot, viszont a 70 éves nagypapáig mindenki kivette a részét ebből az egészből, tehát férfiak, nők, családok, gyermekek együtt segítették a munkánkat, és öröm volt látni, hogy ezt a gyönyörű környezetet meg tudtuk tisztítani a több, akár 10 éve fennálló szeméttől, ami itt le lett rakva, hiszen döbbenetes dolgokat találtunk itt a környéken, úgyhogy szerintem folytatjuk a munkánkat, mert boldogság volt végezni és látni azt, hogy eredménye van a munkánknak, és azt gondolom, hogy most már így, hogyha kimegyünk a nagy közönség elé, egyre többen fognak csatlakozni ehhez, és reménykedünk abban, hogy ezzel tudunk segíteni itt Bicskének és a kiránduló övezetnek, hogy egy sokkal szebb környezetet tudjunk megmutatni a gyermekeink számára. Tágabb értelemben nem csak saját magunk miatt kell megőrizni és fenntartani a környezetünket, hanem figyelembe kell venni, hogy rajtunk kívül számos élőlény, állatok és növények is próbálnak megélni, bár az ő élőhelyüket sok esetben jelentősen csorbítja az emberek növekvő területigénye. Nem csak a magunk miatt kell tehát tudatosan napról napra csökkentenünk a közvetlen környezetünk károsítását, hanem minden élőlény miatt. Mert nekik is joguk van a megfelelő egészséges környezethez, megfelelő élőhelyekhez, ugyanúgy, mint nekünk, embereknek. Mert ők is
annak a nagy élőhelynek a részei, elemei, amit Földnek nevezünk. A környezetvédelem világnapjához közeledve fontos üzenet mindenki számára, hogy vigyázzunk környezetünkre, vigyázzunk rájuk, és vigyázzunk magukra is. Ez csak így együtt működőképes.